Délelőtt énekes vendégünk Siposef Tamás, és itt van vele a fia is, Siposef Dániel. És tényleg igaz az, hogy a te unszolásodra készült el édesapádnak az új dala, amit úgy kell a szerelem? Én alapvetően szoktam őt ösztönözni, így van, tehát így összebeszélünk. Itt van egyébként nálunk a plazmán, a nézőink is láthatják majd. Szóval szoktatok szakmázni. Persze, abszolút. Hogy... Viszont F-mentes a gyerek. Tényleg? Az előbb olvastuk egy papírlapon, megtisztelő, hogy F hova lett ő, de nem. Hova lett az F? Sose volt. Sose volt a fiad esetében. Nálam meg csak egy kényszer szülte F-ség ez. Tehát gyakorlatilag volt egy időszak, amikor is az első dalom elkészült, és a jogvédőben már volt Sipos Tamás. És akkor pont katona volt, amikor gyorsan felhívtak, hogy gyorsan ki kéne találni. És hogy jött az F? Betűt. Úgy, hogy én azt mondtam, hogy E, de az se volt megalapozva. Aha. És mennyire rosszul hangzott volna, hogy hála Istennek a nő félreértette, F-et érte, és akkor én meg azt láttam a lemezborítom már, hogy F lettem, és kész. Ja, hát én meg azt mondom, hogy Sipos F Tamás, és Sipos fia Dániel. Ez korrekt. Nekem ez így tett. Hihetetlen, hogy mennyire pengel. Ja. Kijöttünk belőle, jó? Ez a lényeg. Ja. Mennyire vagytok jóban, akkor ezek szerint szakmailag teljes mértékig, családilag is gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolat. Ugyanúgy néznek ki? Az igen, hasonlóak, némi generációs különbséggel. Fiatalabbnak néz ki, mint én. Édesapád fiatalabbnak tűnik. Tehát ez tisztán látszik. Ugye... Nagyon őszinték vagyunk egymással egyébként. Tehát én igazság szerint én nagyon sok hibát elkövettem. És azt mind elmondom neki, hogy okuljon belőle, tehát hogy ugyanazt véletlenül se kövesse el. De másikat el fog helyett. Hát nyilván, hiszen az ő életében egy teljesen más paraméterkupac fog bejelentkezni, amin ő végig kell, hogy guruljon. Viszont nagyon jó, hogy a zenei pályára léptél, és ezzel tényleg nem csak úgy tudod ösztönözni édesapádat, mint gyerek, vagy csináld már apa, hanem tényleg határozott a mellette tudsz lenni, és igen, segíteni. DJ-ként ismeretünk téged, ugye? DJ-ként tevékenykedem, így van. Úgyhogy nyilván én egy más zenei stílus képviselek. És a művészet, Virus? Virus, aha, Virus, így van, aha, Virus, így van, igen. Ez egy duó. Ez egy DJ duó, mm-hmm, és mi is rendelkezünk egy új klippel, zenéket írunk. Nyilván ugye én a modernebb műfajt képviselem, de tényleg sokat segítek neki, összebeszélünk, ő is mindig véleményezi az én munkáimat, úgyhogy. Nekem például nagyon-nagyon tetszik magának a klipnek a hangulata. Ebben mi volt a döntő, vagy ki volt a döntő, hogy ez így? Hát igazából én nem nagyon akartam variálni. Meg hát nyilván azt akartam, hogy az én férfi szépségem, mint olyan, hát egyedülálló legyen a klip, ezért egy szereplős a témakör, és hát válogattam olyan színhelyeket, amik a dal hangulatát, ugye egy kicsit aláfest. Ugye a nézőket mindig a háttér érdekli, mert oké, válogattál, de hogyan válogattál? Hogy képzeljük el azt, mikor Siposef Tamás, a fejében elindul a klip, megvan a ruha, megvan az, hogy egyszemélyes lesz, és hogy választasz helyszíneket? Ülsz valahol, vagy ülsz a kocsidban, járod a várost, vagy... Konkrétan ez történt, tehát én kitaláltam, hogy alapvetően a vár legyen, mint témakör, és aztán volt igen egy ominózus délután, amikor a Danival fölmentünk a várba, és végigjártuk azokat a helyszíneket, amik szimpatikusak voltak. Persze, amikor elkezdődött a forgatás, akkor nagyon sok új ötlet került elő, és a többi. De jó korán mentünk, hogy gyakorlatilag turistamentes legyen a képi világ. A forgatásban is segítségére volt édesapád? Teljes mértékben, illetve az operatőr ismerőseim. Ő hozta a szendvicseket. A szendvicseket is. Mennyire fontos szempont az, hogy egy kifogatás. Nem felejtsük el a pályafutásodat sem. Tehát édesapád miben segít neked? Édesapám? Leginkább tanácsokkal segít, hát nyilván... De mondjuk szólt, amikor fiatalabb voltál, hogy ne énekelj, legyél DJ? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Nem, alapvetően engem nem is érdekelt az, hogy énekeljek. Szóval valamennyire tudok én is énekelni talán, de engem nem motivált abszolút, és rákattantam az elektronikus zenére, és így már egyértelmű volt az út, hogy mit szeretnék csinálni. Segítettél esetleg édesapádnak abban, hogy egy kicsit jobban az internettel is foglalkozzon, vagy az internetes terület? Teljes mértékben. Tehát a Facebook oldalát azt leginkább én kezeltem az elején. Most már tudja ő is, szóval egész szíves. Profi vagyok, igen, majdnem. De tényleg, tehát ő unszolt engem, igazából ezt a dolgot már kezdtem elengedni. Nem nagyon forszíroztam volna. És azt mondja, apám, hidd el, hogy most már a te generációd is ott ül a gép előtt. Tehát azt a felületet nem ártana kihasználni, hiszen... Így van, mint hogy látod, ő az ő klipjében kihasználta magát a várat is, amit látom. Igen, viszont egy Virus Duo. Viszont egy nagyon picit felgyorsult ez a klip, ugye? A Tamásnak a klipje. Az a helyszín csak gyorsabb.
mi válogattunk mindenféle helyszín közül, illetve a barátaink közreműködésével vettük fel a klippet, szóval minden ismerősnek írtunk, aki külföldön volt, nyaralt, hogy küldjenek ilyen kis képpel vagy felirattal nekünk videókat. És könnyű kitalálni a We Are Friends a címe a dalra. Igen, We Are Friends névre hallgat a nóta, így van. Fontos neked a barátság akkor ezek szerint, vagy az csak egy ilyen üzenetes? Fontos. Tehát én tényleg próbálom mindig emberekkel körülvenni magam. Tehát még tévét nézni is úgy szeretek, hogyha mellettem ott van valaki. És hát nem véletlen, hogy ezt választottuk meg, ez lett a szám címe. Nagyon érdekes egyébként, hogy ebben a fő jellemvonásban a Dani teljesen más, mint én. Mert én nagyon zárkózott voltam hasonló életkorban. Aztán persze a színpadon levés, mint olyan, azért kihozta belőlem azt, hogy kommunikáljak és néha-néha. De igazából ő, hála Istennek, az édesanyjától örökölt ezt a minden lében kanál típusát. Mik a további tervek? További tervek? Határa csillagos ég szeretnék játszani a legnagyobb belga fesztiválon. Jó, most viccet félretéve. Hát nem, ez nagyon jó helye. Ez így van. Bizalom. Micsoda? Szóval igen. Próbálkozunk én folyamatosan. Én viszem valamidet, jó? Hogyha kell, akkor én ott leszek. Köszi szépen. Hát abszolút támogatlak a háttérben. Megyek vele, hogyha kell. Jó, vagy viszem a szendvicset is, hogyha kell. És gyere. Jó. Simán. Köszönjük szépen, hogy bemutattátok az új dalait. Mi köszönjük a lehetőséget. És nagyon jó ezt látni, ezt a fajta harmóniát, ami egy édesapa és egy gyermek között megvan. Ez meg külön gratulálunk.